És ahogy említettem, vendégünk a dokumentumfilm rendezője Könyves Dina, valamint Bagosi Norbi. Sziasztok! 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 Izgalmas 10 éven van túl a zenekar. Mi volt az alapkoncepció? Mi volt az, mi alapján jött az ötlet, hogy dokumentumfilmbe foglaljátok össze ezt a rendkívüli évtizedet? Az, ami biztos, hogy volt a nagy MVM Domos koncertünk, és azt meg szerettük volna örökíteni, legyen majd mit mutatni az unokáknak ugyanúgy, mint az első lemezzel, és a dokumentumfilmnek a gondolata az igazából szerintem már Dinán keresztül bontakozott ki, mert mi egész egyszerűen valami extrát szerettünk volna adni pluszba azon kívül, hogy mondjuk megnézik az emberek tévén keresztül is a koncertet. Akkor először koncertfilmnek indult, vagy egy koncertnek indult, koncertfilmnek indult, és ebből lett koncert dokumentumfilm ezek szerint? Hát az ötlet maga, hogy mi örökítsük meg azt, amit ott zenéltünk, és annak tényleg az egész további felvezetése és levezetése az már Dinának a műve, valamint Sáji Robinak rengeteg archív anyaga van, elkísért bennünket az elmúlt 10 évben, tényleg szinte mindenhová éjszakákon keresztül, úgyhogy rengeteg ilyen belsős, szaftos felvétele van, amit jól tudott impregnálni. Hát akkor mesélj Dináról, a tovább gondolásról, ugyebár neked nem ez az első dokumentumfilmed, a Halott pénz filmet és te készítetted, meg hát a fiúkkal, Norbiékkal is dolgoztál már a Road Movie sorozatban. Ez miben volt más, és hogyan gondoltad tovább akkor ezt a koncertfilmet? Hát azért ez úgy volt, hogy a fiúk felkértek erre a szerepre, szóval nem az volt, hogy így elindult csak magától, hanem egyébként Laci hívott fel, hogy Dina, csinálunk egy koncertet, és akkor felveszük ezt a koncertet, hát kéne valamiról, olyan, mint a Coldplay film, olyan legyen. Hogy is rád gondoltunk. Olyan lett? Hát nem olyan lett, hiszen ők nem a Coldplay. Olyanabb. Ez jobb. Olyan jobb lett, igen. De igazából az volt a koncepció, hogy akkor készül a 10 éves koncertről egy felvétel, tehát egy koncertfilm is, és akkor ezt összefűzzük a zenekar történetével valójában. És akkor egyébként teljesen rám bízták, szóval nagyon nehéz volt, hogy oké, olyan legyen, mint a Coldplay film, de hogy mégis mit szeretnétek, és de Dina, mi rád bízunk, mi bízunk benned. És akkor azért mondtam ötleteket, és akkor azért voltak nemek. Szóval volt olyan, amire mondták, hogy nem. Akkor mégse kaptál annyira szabad kezet. Igen, de igazából, tehát olyan nagyon-nagyon konkrét dolgokat nem szabtak meg, szóval tényleg az volt, hogy nagyon-nagyon izgultam, amikor először megmutattam nekik, de tényleg, szóval elképesztően, és hogy mit fognak szólni, mert hogy tényleg annyira, tehát hogy én tudtam, hogy mit nem szeretnének, de az, hogy ezen belül én merre játszok ezzel a történettel, milyen zenéket használok, tehát hogy melyik zenéket használom fel az ő történetükhöz, ezt teljes mértékben rám bízták, és hát így tényleg az volt, hogy úristen, most ez jó lesz egyáltalán nekik, de hát nagyon megnyugodtam, amikor... De hát akkor jól értem, hogy te már csak a végeredményt mutattad meg nekik, és bele se szóltak az alkotó folyamatba. Na akkor itt a kérdés, hogy mi volt az első reakció, amikor a Dina megmutatta ezt nektek? Nagyon-nagyon tetszett az egészenünknek, tényleg az volt a történet, hogy felmentünk egy lakásba, leültünk egy hosszú kanapéra az egészen, lehúztuk a bredőnyöket, és akkor elindult a mozi, és megbeszéltük. Popcorn is volt, a beltetés. És megbeszéltük, hogy akkor menet közben nem állítjuk meg, sem bármi történik, hanem nézzük végig. És tényleg az volt a vagány, hogy nem tudom, minden 3 percben valaki felnevetett, vagy egy picit elérzékenyült, vagy tehát egész egyszerűen újraértük mi is azt az elmúlt 10 évet, és tényleg olyan szuperül lett megcsinálva, hogy igazából nagyon-nagyon kevés dolog az, amit utána szerintem alapvetően változtattunk rajta. Nyilván egy dokumentumfilmnél az ember várja a szaftos részleteket, a könnyeket, na itt vannak könnyek, vagy mélységek esetleg így a zenekar életéből, amikre így fény derül. Nem tudom, ilyen óriás nagy szőnyeg alatt titkokra nem kell számítani, hanem inkább inkább az egésznek tényleg az őszinte megélése, ahogy mi megéltük az elmúlt 10 évet, és nem csak a mostani beszélgetésenk interjúnk által, hanem a régi felvételek is azt mutatják, hogy akkor a pillanatban hogyan éltük meg. Ha már említed a régi felvételeket, és a kérdés mind a kettőtökhöz szól, milyen kincseket találtatok az archív felvételek között? Mert én például emlékszem, hogy valamikor valamiért foglalkoztam a zenekarral, és egy 2015-ös A38 hajós koncertet találtam, ahol még, hát bocs, hogy ezt mondom, de még olyan csikók voltatok, annyira mások voltatok, és tényleg biztos, hogy tök érdekes archív felvételek, történetek jöttek újra veletek szembe.
Hát az archív felvételeket én láttam, ők nem. Úgyhogy én kaptam rengeteg anyagot, mert ahogy Norbi is említette, Sáji Robi barátjuk, aki rengeteg klipet is készített a zenekarnak, a kezdetek óta követi őket egy kamerával, szóval elképesztő mennyiségű anyag volt. Hát én találtam kincseket. De nem került be. Azért, hogy lesz még film, még tovább is. Kimaradt jelenetek. Rólam van egyébként egy ilyen videó, ahogy szakadok tényleg a vágóasztal mellett, mert így annyira meglepő dolgokat láttam, természetesen nem mindegyik került bele, de hogy nyilván nagyon fontos volt, hogy az interjú, mert mindenkivel készítettem külön interjút, tehát hogy nincsen közös interjú velük, hanem mindenkivel egyesében készítettem, és az alapján építettem fel a történetet. És nyilván azokhoz kellett aztán megkeresnem az archív anyagokat, vagy ha találtam olyan archív anyagokat, amik nagyon értékesek, akkor megnéztem, hogy ugye van-e hozzá bármilyen történet igazából. De akkor végül is egy ilyen lineáritás kibontakozik, az elmúlt 10 évet megismerhetjük a filmből? Igen, egyébként 3 síkon mozog a film, tehát van maga a koncert. Ugye azért az nagyon érdekes, hogy 25 dalt játszottatok a koncerten nagyjából, és ugye az nem a időrendben volt felépítve, hanem ők csináltak egy dramaturgiát, ami nyilván igazából inkább az érzésekre hatott. Én azt megkaptam, és én készítettem egy interjút, tehát az is megy, de közben meg kellett mutatni azt is, hogy hogyan készül fel egy zenekar a 10 éves nagy koncertjére, és akkor ezen a 3 síkon mozog valójában a történet, hogy látunk koncertet is, halljuk az ő történetüket is, és közben látjuk, hogy hogyan készülnek fel a nagy születésnapi koncertre. Izgalmas. És mennyire izgulnak szerintem már a rajongók, mert látod, mi is most olyan sokat tudunk erről beszélgetni, hogy például nem tudtuk megemlíteni, hogy ugye december 8-a egy fontos dátum, és nem tudtunk még beszélni a közelgő karácsonyi lemezről sem. Sőt, az már ki is jött. Ki is jött, úgyhogy van egy könyv erről, is, minden erről van Norbi itt. Legközelebb beszélgetünk, de köszönjük, hogy itt voltatok, és december 8, december 8, határon innen, nézzétek a Facebook oldalukat is akkor, minden köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük.